A július az a nyár közepe, az a legmelegebb hónap, azért ezt most éreztük is mindannyian. És ilyenkor legtöbben elmegyünk nyaralni, elmegyünk kirándulni, tényleg a szabadban töltjük az időnket. Van, aki oda is viszkönyvet, van, aki nem jut feltétlenül idáig, hogy elmenjen bárhova, főleg nem külföldre feltétlenül. Tehát, hogy ezek így teljesen mindenki egyéne válogatja, hogy éppen kinek mi az, amiben benne van, de aki mondjuk úgy jár, hogy júliusban szinte nem volt sehol, annak így egy ilyen kupac az simán belecsúszik, hogy ennyit el tud olvasni egy hónapban. Sziasztok könyvmolyok, ez itt a Borító Alatt csatorna, én pedig Rita vagyok. Gondolom a felvezetőből egyértelművé vált, hogy a júliusi olvasmányaimról fogok nektek beszélni, itt van a hóvége, tehát megint egy hónap, és szerintem egy egészen szép stócot sikerült megint ide pakolni, Igazából nem is tudom megmondani, hogy hogyan sikerült, mert nem tűnt fel, hogy olyan hüde nagyon sokat olvasnék. Tehát én mielőtt elkezdtem összerakni a fejemben ezt a videót, azon gondolkodtam, hogy Jézus, most tényleg három könyvet fogok ide rakni nektek. Hogy ez milyen ciki már könyves vloggerként, hogy, hogy, hogy én ennyit olvastam. Aztán így nézegettem, összeraktam, és ja, hogy amúgy annyira ez nem kevés. Szóval ne, nem igazán tudom megmondani, hogy hogy sikerült, Főleg úgy, hogy amúgy nagyon jó könyveket olvastam, és észre sem vettem, hogy ennyire gyorsan halad, úgymond az idő, meg ennyire gyorsan haladnak a lapok velük, mert, mert annyira bele tudtam feledkezni ezekbe a sztorikba, mindegyik szinte nagyon-nagyon jó volt. Haladjunk a sorrendben, nem olvasási sorrend, mert tök, tök másképp olvastam a könyveket, úgyhogy ezzel ne is foglalkozzatok, de így néztek ki szépen. Az aranykanárról meséltem nektek az lmbt téma kapcsán, Szerintem ez egy nagyon-nagyon jó könyv. Én nagyon-nagyon szerettem, valószínűleg fog róla készülni videó, annyira jó volt, és annyira sok mondandója van ennek a történetnek. Teljesen mellékes az lmbtq s szál, tehát hogy van egy szereplő, aki meleg, aki, aki, egy férfivel él együtt, de hogy pont, és ennyi. A személyiségében semmi ilyen nagy erősítése nincs ennek, hogy mert ő. Szóval, hogy semmi, semmi ilyesmi nincs, ez egy nagyon jó krimi, amit összeraktak egy ilyen főzős műsorral. Biztos, hogy van, aki, ha más nem, legalább tudjátok, mert ennyi nekem is megvolt, hogy vannak ezek a, a süti főzős műsorok, vagy süti sütős műsorok, amiből nem tudom hány évadokat megélnek ezek a, ezek a készítések, és elképesztő, hogy, hogy mennyire sokan szeretik. És igazából ez az alapsztori, hogy van egy ilyen sütisó, ez a neve a műsornak, és ezen belül történik egy gyilkosság, illetve nem is belül feltétlenül, na mindegy, ezt majd majd kifejtem később. Az a lényeg, hogy történik egy gyilkosság, tehát van benne krimiszál. Szerintem marha jók az összefüggések, nagyon jók a titkolózások, iszonyatosan jól fokozza az írónő a hangulatot, nekem borzasztóan tetszett, és nagyon tetszett az a sok-sok az a fricska, amit. Adott a, a jelenkorra, mind a netflix mind mind mindennel, hogy hogyan épül fel egy show, hogy mennyire stresszes ez az egész, a, a középosztály, illetve a felsőbb osztálynak a, az összecsengései. Zseniális volt, én nagyon-nagyon-nagyon szerettem. Iszonyatosan jó volt olvasni, és, és nagyon kellenek az ilyen krimik is, amik igazából tényleg a legvégén derül ki, hogy mi az Isten történik, és nem abban az értelemben, hogy végig megy egy nyomozás, hanem hogy maga az esemény, ez igazából az utolsó 50 oldal körülbelül, de annyira jók a személyiségeknek, a karaktereknek a felépítései, és annyi plusz tudott beletenni az írónő, hogy egész egyszerűen nem is zavart, hogy hol van már a gyilkosság? Tehát, hogy, hogy nem érdekelt, mert, mert nagyon jó volt a körítés. Úgyhogy így kell szerintem egy Ágata Krisztihez méltó krimit összerakni de ha már Netflixes filmes utalás, akkor ugyan nem erről a könyvről, mert Backmannak vagy Backmannek az, amit a filmnak tudnia kell a világról könyvét is elolvastam, ezt még a könyvtári listából láthattátok, de hogy az ő egyik könyvéről, ugye az ov készült nemrég egy, egy mozis filmverzió, szóval van összefüggés azért a könyvek között, Szerintem iszonyatosan jó. Nagyon jó a humora az írónak. Még mindig nem jutottam el a híres könyveig, mert még így ezekkel a kicsikkel kezdem. De már ugye láttátok remélhetőleg a könyvtáros videót, úgyhogy ott van a Mi vagyunk a medvék is. Bízom benne, hogy ezt is hamarosan azért sikerül elolvasnom. Igyekeztem a könyvtáriak közül is válogatni most, hogy tényleg haladjak, hogy ne érezzem ilyen rosszul magam, hogy kivettem 8-10 könyvet, az semmi nem történt. Úgyhogy ez részben ezért van itt, nagyon-nagyon tetszett, nagyon jó dolgokat mond szerintem. Tetszik, hogy hogy abszolút esendőnek írja le magát. Tehát, hogy teljes mértékig ott van az első pár oldalon már a kaki téma. Szerintem elképesztően jó, hogy mindenütt kaki van. Amikor kicsi a gyerek, akkor mindenütt a kaki logisztika az, ami ami elviszi az embernek a fókuszát. Tényleg minden másról. És annyira együtt tudtam beleérezni, és nagyon-nagyon szerettem olvasni és találtam olyan dolgokat, amiket tényleg én is azt gondolom, hogy, hogy azért kell erről beszélni a gyerekkel, és nyilván nem az IKEA-ról, hogy kövessd a nyilakat, és nem menj ára szemben, de közben ez is egy nagyon jó kis áthallása, hogy nem menj ára szemben, mert, mert, mert baj lesz. Szóval szerintem nagyon jó, jó tanulságok vannak a könyvben, én nagyon-nagyon én szerettem, úgyhogy aki bekment szereti, és tervez gyereket, vagy már van neki gyereke, annak szerintem kötelező olvasni, zseniális lett. Júliusi Abszolút kedvenc könyvem, az éjfélkor a Fekete Rigó Kávézóban Heather Webber-től, ezt ide így nagyon előre be is teszem, ide mondjuk. Nagyon-nagyon uh, szerettem, ezt a Szegedi Molyokkal olvastuk közösen, ez volt a július-havi közös könyvünk. Zseniális ez is, tényleg, annyira sokrétű ez a történet, van benne egy pici romantika, de ott van benne a gasztronómia is. Tehát egy kávézóban játszódik, meg hát pite van az elején, szóval nyilván várható volt, hogy lesz valami összefonódása a süteményekkel, vagy, vagy legalábbis a főzés-sütés témájával. Szerintem elképesztően jó. Az örökség az, ami nekem így nagyon-nagyon erős volt ebben, és nem csak olyan szempontból, hogy milyen tulajdonságokat öröklünk, hanem hogy ténylegesen mit jelent az, hogy a nagymamánk ránk hagy mondjuk egy kávézót. Hogy ez lelkileg és fizikálisan, tehát tény valójában, hogy ott van az a kávézó, amit neked el kell vezetned, és ott állsz 19 évesen, és fogalmad nincs, hogy mit csinálj, de majd megoldod. Szóval, hogy ha meg akarod oldani, nyilván. De szerintem ez egy nagyon fontos része a történetnek, illetve maga a kisváros is, hogy, hogy hogyan épül fel, hogy kedvesek vagy nem kedvesek az emberek, ezek mind annyira jól benne vannak, és én nagyon-nagyon szerettem olvasni, egy ilyen igazi lélekmelengető utazás volt nekem ez. Látjátok, hogy azért volt mit jegyzetelnem is benne, szóval én nagyon-nagyon én élveztem, -nagyon nekem abszolút ez volt a, a hónapkönyve következő könyv, ez egy ilyen egy nap alatt elolvasható, miközben, nem tudom, látjátok-e, nem csak hogy színes, de tömve van papírokkal, nagyon-nagyon erős könyv, így úgy, mint a görög hősnők, ez is itt van abszolút az elején szerintem a listának, mert tényleg a legjobb részeket fogja meg, hogy végre olvastam egy olyan görög mitológiás sztorit, amiben azt tudom mondani, nyilván a Lorelimpuszon kívül, hogy wow! És Tényleg olyan nőket sikerült előtérbe rakni, akik valóban erősek, valóban érdemes az ő történetüket megfigyelni és tanulni belőlük, és, amit nagyon-nagyon szerettem benne, hogy nem arról szólt, hogy csak így leírta, hogy mi történt a, ezekkel a nőkkel, teljesen mindegy, hogy mennyire voltak valós szereplők, mert hogy Antigóné is azért erősen ö, ott van az elején a sztoriknak, de nem csak, hogy, hogy jó, oké, ez történt, és ezek a jó tulajdonságai, hanem konkrétan leírja azt is, hogy mit ne úgy csináljunk, vagy szerintem mit ne úgy csináljunk. Ráadásul totál mai az egészben, de vannak a régi szövegek is, de de abszolút mai, és kiszól az olvasóhoz, és ezt nagyon-nagyon szerettem, hogy így így van egy-két ilyen, ilyen kikacsintós, poénos mondata, meg gondolata, kicsit ironikus is néha, nagyon-nagyon élveztem, és borzasztó gyorsan lehetett vele haladni, ez egy pár óra alatt elolvasott könyv volt, úgyhogy ha valakinek nincs sok ideje, de mégis szeretne valami értelmeset olvasni, akkor szerintem ez a könyv, ez ez abszolút jó erre, és nem kell hozzá tudni a görög mitológiát, mert nagyon jól elmondja egy csomó történetnél, amik nem ilyen nagyon-nagyon egyértelműek, de még ami egyértelmű ott is, tényleg rengeteg plusz infót beletesz, meg olyan embereket, olyan nőket visz bele ebbe a könyvbe, akikről amúgy nem feltétlenül volt fogalmunk, és nagyon jó az a következtetés is, amire rávilágít ezekkel kapcsolatban. Szóval szerintem ez egy kifejezetten jó így úgy, mint sorozat rész volt. Ez nekem nagyon-nagyon tetszett. Következő szintén hatalmas kedvencem, kicsit kevesebb ugyan benne a jegyzetelés, de azért volt, mert hát Emily Henry, ő, őróla már kicsit átalakítom itt a dolgokat, mert uh, jaj, mert nem fogunk elférni, és Emily Herit nem vagyok hajlandó eltakarni, mert annyira jó az írónő stílusa, annyira szeretem, ez már egy picit romantikusabb volt az eddigi kettőnél, egy picit kevésbé volt ironikus, viszont rengeteg olyan plusz poém forrás volt, ami a, a, karakterek személyiségéből adódott, hogy hát én, én nagyon jókat mosolyogtam közben, volt, ahol fel is nevettem, illetve volt, ahol meg is könnyeztem a sztorit, szóval én azt gondolom, hogy tényleg mindenem végig visz az írónő, nagyon-nagyon érzi, hogy, hogy mik azok a pontok, amiket meg kell fogni az olvasóban. Továbbra is azt mondom, hogy idei évem legnagyobb felfedezettje ez az írónő, olvassátok Emily Henry könyveit, mert nagyon megérdemli, és ha olvassuk, akkor nagyon-nagyon remélem, jelzem itt a Centrál kiadónak, vagy bármelyik másik kiadónak, hogy rengeteg könyve van az írónőnek, szóval van még miből meríteni, úgyhogy léci léci adjatok ki több Emily Henry könyvet, mert, mert olvasni akarom, ez az írónő zseniális. Szintén az LMBTQ-s témában volt a nyolc nyomozóról is szó, ezt is ide így, így bepasszírozom valahogy, mert nagyon-nagyon jó a könyv, ez is. Tehát, hogy ebben a hónapban tényleg nagyon jó könyveket olvastam megint, nem tudok kiválasztani rosszat ezek közül legalábbis, mert majd, spoiler, mindjárt hozom a következőt, ami annyira nem volt jó, de a nyolc nyomozóra visszatérve, nyolc történet, igazából hét történet, amit elmond nekünk az író, Szerintem elképesztően jó a tematikája, nagyon jó, ahogy meg lett szerkesztve, mert olvasunk egy sztorit, és utána elolvashatjuk azt, hogy az író hogyan magyarázza ezt az egész történetet, hogy miért így írta meg, mik voltak a furcsaságok benne, mik nem voltak, mi volt a jó eleme, mi volt a rossz eleme, és akkor így a nyolcadik történet, hát az meg a teljes katarzis, amikor így eldobod az agyad, és amikor azt gondolod, hogy tényleg Agatha Christie a legnagyobb csúcs kategóriában ö, írt és alkotott, és tényleg nála jobban nem tud senki krimit írni, hát akkor jön egy ilyen ember, aki... Azt nem mondom, hogy jobb, mint Agatha Christie, mert nálam még mindig ő a csúcs, de de fantasztikus volt, ahogy így a végére összehozta ezt az egész történetet, és így ledobtam az, a, az agyamat, tényleg, hogy, hogy hogy lehet ezt így még pluszba belevinni, hogy nem elég, hogy kitalált hét krimit, még belerakott egy plusz csavart az egészbe, ami teljesen összefogja, és... Á, te nagyon durván jó. Én nagyon-nagyon-nagyon élveztem olvasni, és ez is olyan volt, amiközben nagyon jókat mosolyogtam, tehát meg volt az a forrás is, de annak ellenére, hogy rövidek voltak a sztorik, nem veszett el a karakterek jellegesen, és az, a, az a nagyon nagy borzongást, tehát amikor így rossz érzésed van, amikor ilyeneket olvasol, az viszont nem volt meg, és ennek én nagyon örültem, mert nem szeretek különösebben félni, úgyhogy ez, ez így volt jó, ahogy ez fantasztikus lett ez a könyv akkor a lelkesedéssel beszélek, hogy mindjárt megfulladok. Úgyhogy hidratáljatok ti is azért ebben a nyári melegben, mindenképpen legyen nálatok mindig egy pohár víz vagy egy üveg, kinek mekkora a képessége. És akkor hozom ezt a könyvet, ami igazából kiri ezek közül, mert, mert ezt nem olvastam végig. Nagyon nagy lelkesedéssel voltam felé, ide is rakom így kicsit-kicsit így hátrébb, a Mesteralvók hajnala, ez egy duológia, ezt szintén könyvtárból hoztam, hál' Istennek, mert, mert akkor, amikor én megláttam, meg mióta megjelent és néztem a polcokon, én nagyon kíváncsi voltam rá, tetszett a cím, tetszett a, a második résznek, hogy a Mesteralvók viadala, tehát hogy mivel eddig minden ilyet szerettem, gondoltam, hogy na akkor, akkor ez egy tök jó dolog, és tudjátok, még mondtam is a könyvtáros videóban, hogy hogy azért a magyarok is ráültek erre a viadalos vonalra, nem, 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 nem tudom, nem tudok sok jót elmondani róla. Nagyjából a harmadáig jutottam, és igazából nem lettem előrébb a sztoriban. Értem, hogy van valami titok, értem, hogy, hogy össze kellett mosni majd a, az idősíkokat, de nem értem, hogy miért volt szükség mindenáron erre a totálmai és a totál régi kor összemosására. Tehát, hogy oké, okay, Mark Twain megcsinálta a Jenki Artur király udvarában. Megcsinálta az Outlanderes írónő, ami nagyon jó volt, nagyon nagy siker. Tehát értek mindent, hogy, hogy kell nekünk is, csak nem biztos, hogy erre itt, legalábbis az én olvasatomban erre semmi szükség nem volt. Nagyon érdekes volt egyébként az alapkoncepció, tehát tök, tök izgi lenne, hogy, hogy alszunk, és miért alszunk, és álmodunk-e, hogyan, Tehát hogy ez, ez, ez egy tök, tök izgi koncepció lenne, csak ne, nekem nem jött át. Tehát tényleg, amikor elolvasok 100 oldalt egy 340 oldalas könyvből, és egyszerűen nem érzem azt, hogy kedvelném, hogy érdekelne úgy hosszabb távon, hogy mi van, akkor, akkor jön el az a pont, hogy ezt akkor le kell tenni. Tehát, hogy vagy ez volt az a könyv, amit így nem, és ráadásul úgy, hogy pontosan tudom, hogy ennek van folytatása, tehát nem csak egy könyvet kell úgymond végig szenvedni, hanem jön ennek folytatása, de akkor biztos, hogy jó. Szóval, hogy na, nagyon nagy vacilálásom volt, hogy most olvassam tovább, ne olvassam tovább, és egyszerűen nem. Nem, mert, mert közben gondoltam arra is, hogy most elolvasom ezt az átlagos könyvet, mert lehet, hogy a nem a rossz kategóriában van, hanem tényleg eljutunk az átlagos kategóriáig, és utána mi fog történni? Oké, okay, 300 vagy, hogyha a kettő könyvet összerakjuk, akkor 700 oldalal bővül a molyona az olvasott oldalak száma, de hogy ebből a kontent nem lesz, az biztos ez így bőven elég szerintem ennek a, a sztorinak, és nem akarom nagyon lehúzni, mert tényleg, hogyha van bárki, aki, aki olvasta és tetszett, akkor légy szíj, meg, és, és tényleg győzetek meg, kérlek, hogy, hogy ennek van értelme, hogy folytassam, és akkor majd kihozom legközelebb a könyvtárból, újra megpróbálkozom vele, simán benne van, hogy én nem vagyok ennyire befogadó, tehát minden, minden, minden opció megvan ebben, de nekem ez most, ez most így nem jött át, és nekem túl nagy volt a kontraszt például a, a, az egyik kor, amit egyébként nem feltétlenül tudok hova tenni, mert az így nincsen leírva, hogy, hogy pontosan mikor játszódik, le, nem tudom, én csak a nyelvezetből gondolom, hogy rohadt régen, mert, mert borzasztóan régies az írás, amivel még nem csak nem lenne nagy gond, mert, mert megszokom. Csak amikor a, a jelen állapot, és ezért gondolom, hogy jelen állapot, mert van egy másik sík, ugye, ahol meg olyan szinten mai nyelvezettel beszél az egyik szereplő, hogy, hogy ott meg már a hunglisi ig jutunk. Tehát, hogy olyan nagyon mai, hogy, hogy simán belerak egy random magyar mondatba, random, értitek? Szóval belerak egy mondatba egy olyat, hogy no way. Amivel nem lenne gond, csak hogy akkor döntsük már el. És nekem ez annyira visszás volt, hogy, hogy mint aki tényleg nem tudja, hogy most, most hol van pontosan, és mit szeretne. Szóval, nem tudom, nekem, nekem ez most így, így, így nem, nem volt meggyőző. Szerintem a nagyon jó könyvek nem igényelnek többet, hiszen úgy is fog készülni a nagy részükről szerintem videó. Jó eséllyel én, én úgy tervezem, és úgy szeretném, hogy hogy legyen belőlük, mert van miről beszélni a legtöbb könyvvel kapcsolatban, úgyhogy abszolút ez a, 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 a sorrend szerintem kb. Tehát nagyjából úgy raktam ki, egyértelműen, a, a fekete rigó volt a, a, csúcsok csúcsa, annak ellenére, hogy Emily Henryt nagyon-nagyon szeretem, de a három közül, uh, amit olvastam tőle könyve, ez volt így a, az alsó része a, a, listának, de hát mivel összesen hárman vannak, még mindig dobogós hely, szóval meg amúgy a haviban is abszolút dobogón van teljes mértékig, és uh, szerintem az aranykanál meg a görög Hős Nők uh, van a, a dobogón így a, a harmadik helyen. Nálam is, és, és, és hát ugye beszéltem a többiről is, szóval ez a, ez a, a középmezőny is nagyon erős, és hát van ugye a futottak még kategória. Úgyhogy így áll össze az én hónapom, megint csak volt ebben minden, én azt gondolom. Tehát volt a krimitől, a romantikuson, a fejlődésen keresztül minden, illetve az augusztusi nyilkos közös könyvet is olvasom természetesen, de hát arról még nem beszélhetek, mert jó meglepetés lesz, nagy meglepetés lesz, és nagyon-nagyon jó lesz. Alig várom, hogy beszéljünk majd arról is. Én nagyon vártam már magát a könyvet, úgyhogy remélem felcsigázlak most benneteket, és, 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 akkor majd augusztusban erről lesz, lesz miről beszélnünk. Biztos vagyok benne, hogy nagyon jó lesz, úgyhogy én várlak benneteket legközelebb is. Addig is írjátok meg, hogy mit szeretnétek még olvasni ebben a, hónapban, illetve a nyári időszakban. Ide pedig kitettem egy videót, amit meg tudtok nézni, hallgatni, és fel tudtak iratkozni a csatornára is. Én olvasok tovább, hidratálok mindenképpen, tegyetek így ti is, legyetek jók, olvassatok sokat, sziasztok!